Sziasztok, Borics Ádám vagyok, profi MMA harcos. És ma egy olyan videót hoztam nektek, ami minden sportoló számára kulcsfontosságú, a regeneráció. Mivel az edzések rendkívül megterhelőek a testünk számára, ezért fontos valamit visszaadnunk neki, időt fordítanunk arra, hogy regenerálódjunk, hogy készen álljunk a következő edzésre. Ebben a videóban bemutatom neked az én regenerációs eszközeimet, módszereimet, amiket használok nap mint nap edzések után, hogy hamarabb készen álljak a következő edzésre. Ha te is szeretnél jobban odafigyelni a regenerációra, vagy érdekel, hogy hogyan támogathatnád a tested, akkor ez a videó neked szól, szóval tarts velem! Az első regenerációs eszközöm a mára már olyan népszerűvé vált jegesfürdő, amit általában heti 3-4-szer szoktam használni, de van, amikor többször is. A jegesfürdő igazából az egyik legfontosabb regenerációs eszközöm. A hideg hatására az erek összehúzódnak, majd a fürdő után kitágulnak, ezáltal több oxigént és tápanyagot juttatunk el az izmokba, ezáltal gyorsítjuk a regenerációnkat. A második regenerációs eszközöm az egyik kedvencem, ami már hagyománnyá is vált nálam, hogy minden vasárnap szaunázni szoktam, és ha követtek az Instagramon, itt megtaláljátok a profilomat, ezen a néven találtok meg. Láthattátok, hogy vettem egy egyszemélyes szaunát, ami a lakáson belül tudjuk használni, igazából ez egy infraszauna, egyszemélyes kis helyet foglal, olcsó is volt igazából, szóval teljesen megfelelő az én igényeimnek. De miért is jó a szauna? A szauna elősegíti a mélyebb izomlazítást, méregtelenít, mivel fokozza az izzadást és a vérkeringést. Szerintem mentálisan is jó kikapcsolódás hétvégente beülni a szaunába és rituáléként lezárni a hetet egy jó szaunával. A következő regenerációs eszközöm a nyirokmasszázsgép, amit edzések után szoktam használni, ezt akár felkészülés során minden nap szoktam használni. Úgy néz ki, mint egy csizma, amiben bele kell bújni, és igazából, ha egyszerűen akarom fogalmazni, akkor felfújódik, aztán elengedi. De mire is jó ez pontosan? A nyirokmasszázsgép a pulzáló kompresszió segítségével serkenti a nyirokkeringést, segít eltávolítani a felhalmozódott csalakanyagokat és csökkenti a duzzanontot, különösen edzések után hasznos, mert gyorsítja az izmok regenerálódását és enyhíti az izomfájdalmakat. Bevallom őszintén, én a délutáni naptime-om után szoktam használni, amikor megebédeltem és beleugrok, és akkor PlayStation-ezek egy kicsit a következő edzésem előtt. A következő dolog, ami szerintem az egyik legfontosabb, az edzések utáni táplálkozás, azaz a visszatöltés. Többször említettem már, hogy nem mindegy, hogy milyen üzemanyagot tankolunk, de egy-egy edzésen kiürítjük a tartályt, elégetjük az üzemanyagot, és utána vissza kell töltenünk. Én például személy szerint edzések után rögtön ott az edzőteremben még megiszok egy gyorsan felszívódó szénhidrátot, amiben van elektrolit is, ez a MyProtein Hyrux terméke. Ne feledjétek, save the date, november 15, a Black Friday lesz a MyProtein-nél, Borics kuponkódot használva mindenre 50% kedvezmény lesz. Ebbe az a jó, hogy van gyorsan felszívódó szénhidrát, valamint elektrolit, akkor is visszatöltöm az ásványanyagokat és a glikogén raktárokat. Amikor hazaérek, akkor pedig szoktam inni egy fehér és turmixot, erre is lesz kedvezmény, és utána én közvetlenül lefekszek aludni, mert ha fennmaradnék, akkor nem tudok elaludni. Van egy ilyen furcsa dolog nálam, hogy rögtön, ha edzés után hazamegyek és lefekszek, akkor el tudok aludni, de ha fennmaradok még egy kicsit, akkor nem tudok délután aludni. Szóval edzés után elengedhetetlen, hogy visszapótoljuk a szervezetbe az elfogyott elektrolitokat, és feltöltsük a szénhidrátraktárakat, valamint vigyünk be fehérjét is a szervezetbe. Elérkeztünk az ötödik dologhoz, ami szerintem a legfontosabb, ez pedig nem más, mint az alvás. Az alvással tudunk a legjobban regenerálódni, az alvás alatt gyógyulnak a sejtek és pihen az idegrendszer. For me, recovery is sleep. Sleep. Between trainings you have to sleep, because you train so hard morning, two hour. Ez szerintem is így van, és én is érzem, hogyha két edzés között sikerül aludnom egy kicsit, akkor sokkal jobban tudok teljesíteni a második edzésen. Ha nem alszunk eleget, az edzésünk hatékonysága csökken, ezt pedig nem szeretnénk. Mondanék három dolgot, amivel könnyebben el tudsz aludni. Az első az az, hogy próbáljuk meg kerülni a kékfényt egy órával legalább lefekvés előtt. Van pár légzéstechnika, ami segít abban, hogy lenyugtassuk az idegrendszerünket, és így könnyebben el tudunk aludni. Valamint időben feküdjünk
feküdjünk le az ágyba, próbáljuk meg azt, hogy nem éjféltől alszunk reggel 9-ig vagy 8-ig, hanem mondjuk 10-től alszunk reggel 7-ig vagy 6-ig, próbáljátok meg napi legalább 7-8 órát aludni, és ha hétköznap van olyan napon, amikor nem sikerült eleget aludni, akkor pedig hétvégén próbáljátok meg bepótolni azt az elmaradt alvást. Következő módszerünk a mobilizáció és a jóga. A kettőt kicsit különvenném egymástól. A mobilizációt én például magamtól szoktam csinálni, reggel ilyen 10-20 perces gyakorlatsort, általában minden edzés előtt mobilizálni szoktam. A jóga az szerintem egy oktatóval jó, aki végigvezet ezen az egészen, mert a jógának van egy kicsi ilyen spirituális dolga is, hogy lenyugtatod az idegrendszert, és szerintem több időt is igényel, mint egy gyors mobilizációs gyakorlatsor, de szerintem mind a kettő elengedhetetlen egy sportoló életében. Jóga vagy akár a mobilizáció segítenek megőrizni az izületek és az izmok mozgástartományát, javítják a testünk tartását és csökkentik a sérülés kockázatát, ami egy sportolónál elengedhetetlen. Ennyi lett volna a mai videóm, remélem, hogy tetszett és tudtam pár érdekességet mondani nektek. Ha igen, akkor iratkozzatok fel a csatornámra, és ha dobtok egy lájkot és egy kommentet, azt megköszönöm, azzal tudjátok segíteni a csatornám fejlődését, és találkozunk a következő videóban, addig is, szevasztok!